kis csapatunk életében ez nagyon nagy dolog. Hallottam kritikus hangokat az első mérkőzés után. Ne felejtsük el azt, hogy honnan indultunk. Azt gondolom, hogy ez a győzelem a lányoknak és nekünk is ékes bizonyítéka annak, hogy nagyon jó úton haladunk. Egy kis türelem nyilván szükséges, a Vasas egy nagyon jó csapat, függetlenül attól, hogy a szezon hogy sikerül nekik, vagy hogy nem. Gratulálok nekik is, egy nagyon jó mérkőzésen a nézőket maximálisan kiszolgálta mind a két gárda. Folytatjuk a Folyondár utcában. Úgy gondolom, hogy jól játszottunk az elejétől fogva, viszont nagyon mélyek voltak a hullámvölgyeink, azaz 5-6 pontot hagytunk elmenni, és ilyen szintű csapat ellen azért azt nehéz visszahozni, és amikor sikerült stabilizálni a játékunkat, és nem hagyni, hogy ilyen hullámvölgyek legyenek, ez volt szerintem a kulcsa a játéknak, a győzelemnek. Az igazság az, hogy a Folyondár utcában rettenetesen nehéz játszani több okból is. Rettenetesen nehéz egy ilyen teherrel, egy ilyen fiatal gárdának megküzdenie, főleg idegenben. Más mérkőzés lesz, ez biztos, de ami a legfontosabb számunkra, hogy bármi történik, nekünk van még egy meccsünk itthon. Úgy gondolom, hogy most már az ő kezeik is megremeghetnek ezután. Nem fognak olyan magabiztosan játszani, én azt remélem. Úgyhogy nyitott maradt a párharc. Egyet mindenképpen kell a Vasas pályáján nyernünk, úgyhogy ezen leszünk.